Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Szerdán este kihirdették a felvételi ponthatárokat, és ahogy minden évben, most is elindul a harc az albérletekért, amely lehetséges, hogy lakást jelent, de lehet, hogy csak szobákat jelent. Meglehetősen nagy azért a különbség az egyes egyetemi városok kínálata és árszintje, valamint a budapesti kínálat és árszint között. Hol van az a lélektani határ, amit még ki tudnak vagy ki akarnak fizetni? Van-e erre nézve valamiféle információ? Azt látjuk és azt tudjuk, hogy milyen árakon tudnak most az egyetemisták lakást bérelni vagy szobát bérelni esetleg az egyetemi városokban. Nem is most indul a ponthatárok kihirdetésével ez a fajta keresés és kutatás, hanem már az elmúlt hetekben is abszolút érezhető volt, hogy az egyetemisták elkezdtek nézelődni a piacon, és nagyon jól is tették, hiszen viszonylag kevés lakásból tudnak most választani a jelenlegi albérletpiacon, és pont ezért az árak is viszonylag magasan vannak, és még a tavalyi szintekhez képest is 10-15%-kal drágultak az albérletek. Ez nem jó hír az egyetemistáknak, és egyértelműen arra ösztönzi őket, hogy tényleg akár többen összeköltözzenek, vagyis egy-egy szobával megelégedjenek. Nagyon fontos, hogy a kollégium elhelyezés az még mindig nem fog kiderülni nagyon sokak számára, tehát hogy most csak az fixálódik, hogy akkor melyik városban fog tovább tanulni a fiatal diák, de még sokan reménykednek abban, hogy kollégium elhelyezést kapnak, ami azért jóval kedvezőbb, hiszen a kollégium elhelyezés néhány 10 000 forintért elérhető már szinte minden egyetemi városban, míg az albérletek tekintetében az olcsóbb vidéki városokban is 120-130 000 forint a minimum kell számolni. A fővárosban az átlagos albérleti díj 200-250 000 forint, még az egyetemisták által kedvelt kisebb lakásokban is, ahol egy vagy két ember fér el, egy pár vagy egy fiatal egyetemista, az is a 150 000 forintnál sokkal olcsóbban már nem található a piacon. Van-e arra nézve valamiféle adat, hogy a kollégiumi helyek és a szállást igénylők száma milyen arányban van, és kollégiumi építkezések az utóbbi időben hogyan alakultak? Mozdult egy picit azért valamennyire a piac ez ügyben? Tervek és irányok vannak, hiszen a kormányzat nagyon sok kollégiumi építés és felújítási programot jelentett be. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján az egyetemisták 20-30%-a tud csak kollégiumban elhelyezkedni, tehát egy viszonylag nagy tömeget érint, hogy meg kell oldani, ha a tanintézmény messze van az otthonától, akkor a szállás lehetőségét. Éppen ezért viszonylag nagy számú egyetemista van az albérletpiacon. És nekik az a rossz, hogy ugye az otthonteremtések a drágulásával az elmúlt években nagyon sokan otthonteremtési szándék helyett is az albérletet választották kényszerűségből, plusz vannak a turisták és egyéb más munkavállalók, tehát hogy viszonylag nagy a verseny az albérletpiacon. Az egyetemisták számára ez rossz hír, hiszen nem csak ők vannak, hanem sok a konkurencia, és éppen ezért az árakban nem nagyon várható csökkenés a következő időszakban sem. Vannak olyan szituációk, hogy se kollégiumot nem kap, se albérletet nem tud kifizetni? Persze ez most egy extrém helyzet, mert valahol kell lakniuk. A kollégium elhelyezésnél figyelembe veszik, és az ideális kollégista egy jó tanuló, messze lakó és nehezebb anyagi helyzetben lévő tanuló, ez számít ennek, hiszen ők először kapnak kollégium elhelyezést. Akinek viszont nem marad más lehetősége az albérlet, akkor elképzelhető, hogy más anyagi forrás segítségét is szükséges igénybe vennie, akár diákhitel, akár diákmunka formájában. Hogyha diákmunkát nézzük és az ottani kereseti lehetőséget, azért nagyjából elmondható, hogy a ösztöndíjjal, diákmunkával, esetleg kisebb családi segítséggel számolhat a fiatalok, akkor egyenállóan is tud egy lakást bérelni, de hogyha többen összeállnak és egy-egy szobát bérelnek csak, akkor még kedvezőbbek a lehetőségeik. Van-e valamilyen különbség a nyugat-európai diákok lakhatási szokásai és a hazaiak között? Azt gondolom, hogy a fiatalok helyzete hasonló. Nyugat-európai országokban talán a kollégium elhelyezés egy picit megoldottabb, vagy nagyobb kínálatból választhatnak, de hogyha a bérletet és bérlési lehetőséget nézzünk, akkor a diákokra általában azért jellemző, hogy szívesen költöznek össze, tehát sokkal rugalmasabbak, mint adott esetben egy munkavállaló vagy egy család. És természetesen ez igaz az elhelyezkedésre is. Nagyon sokan szeretnek, hogy az egyetem közelébe lakni, de hogyha olcsóbb lehetőséget találnak egy külső kerületben, akkor ők szívesen megteszik ezt a napi fél óra, 3-4 óra iskolába járás idő intervallumot, csak azért, hogy kedvezőbben találjanak lakhatási lehetőséget. Tehát a fiatalok összességében rugalmasak, ha megnézzük a bérleti piacot, ez talán jó hír az ő számukra, hogy így még találhatnak Budapest külső kerületeire is kedvezőbb lehetőségeket, és az Nyugat-Európához képest nem hasonlóan alakul. Az egyetemi városok közül hol lehet a legolcsóbban albérlethez jutni? Hogyha a keleti ország részt nézzük, akkor először mondom a legdrágábbat, a Debrecen egyértelműen a legdrágább, és ott már szinte budapesti árakon lehet albérletet találni, köszönhetően
egyrészt nem csak a sok egyetem és külföldi egyetemistának, hanem a nagyon nagy gazdasági fejlődésnek és munkavállalói beáramlásnak. Tehát Debrecen a legdrágább, és ott Békés Csaba környékén Miskolcon lehet a legolcsóban kapni, körülbelül fele a költsége a bérlésnek, míg Debrecenben 200 000 forint fölött lehet találni átlagos albérleti lehetőségeket. Békés Csabán és Miskolcon 100 000 fölött van egy picivel 120-130 000 forint, tehát azért jelentős a különbség. Hogyha a nyugati ország részt nézzük, akkor a drágábbak a Veszprém és a nyugati határ mentén elhelyezkedő egyetemi városok, még egy picit kedvezőbb talán Kaposvárnak a helyzete, ugye kisebb város, és itt kicsit olcsóban lehetnek egyetemisták bérleti lehetőséget találni, itt is a 140-150 ezer forint költsége, ami a kedvezőbbnek számít már. Erre még rájön más költség is? Igen, természetesen ez csak a havi bérleti díjak, amivel általában hónapról hónapra kell fizetni. Két havuk aukció az általánosan elfogadott Magyarországon, és általában egy éves időtartamra szerződnek a fiatalokkal is a lakástulajdonosok, és erre rájön még a rezsiköltség. És éppen ezért ez is fontos megnézni, hogy milyen fenntartási költségei vannak egyes lakásoknak. Az elmúlt években a rezsiválságnál tapasztalhattuk, hogy volt olyan lakás, ahol nagyobb volt a fenntartási költség, mint a bérleti költség. Szerencsére azért ez normalizálódott ez a helyzet, de érdemes a fiataloknak is megnézni, hogy milyen fenntartási költségei vannak a lakásnak, mert ez még pluszban fizetendő. Na most, aki nem tud lakást, az esetleg szobát bérel. A szobaárakról mit tudunk? A szobaárak egy picit nehezebben felmérhetőek, hiszen kevesebb adatra, kevesebb statisztikára látunk rá. Általában ugye egy valaki kibérli az egész lakást, vagy akár, hogy a többen is megteszik, de hogy azt fogyasztják meg a költségeket már kevésbé látszik. Hirdetésekből és hirdetési oldalakból azért látszódik, hogy akár egy szobabérlés is elérheti már a 100 000 forintot lélektani határt is. Olcsóban is lehet egy picivel 60-80 ezer forintért, de már 100-120 ezer forintért is láttam szoba kiadó lehetőséget, ami szintén vagy tartalmazza a rezsit már esetleg, vagy még külön az is az osztott költségeknek megfelelően fizetendő. Tehát azt gondolom, hogy ha megnézzük a kollégium elhelyezést 30-40 ezer forintos özdíját, egy szobabérlésnek egy 100-120 ezer forintos özdíjával, egy lakásnak a 150-200 ezer forintos díjával, körülbelül így lehet kalkulálni a fiataloknak most, hogyha ezt a három lehetőséget nézik meg.